Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, a Gyurcsány-Bajnai kormány minden idők legkorruptabb kormánya volt. És a Városháza ügy jól bizonyítja, hogy Gyurcsány és Bajnai emberei elfoglalták a Városházát. A Városházán egy olyan jutalékos rendszer működik, amely alapján az értékesített ingatlan értékének 10%-át vissza kell adni jutalékként, és ezzel Kis Ambrus főpolgármester helyettes felé kell elszámolni. Kis Ambrus főpolgármester helyettes, a jutalékos rendszer kulcsfigurája, ezt bizonyítják a hangfelvételek is, idézném, a jutalékos rendszerben, amit nekem a Zsoltnak kell fizetni, az csak az Ambrus felé van. Karácsony Gergely főpolgármester november 24-én azt írta, a Városháza nem eladó és pont. Ennek ellenére az alábbiak hangzottak el egy hangfelvételen Barcsi Balástól, a vagyonkezelő vezérigazgatójától. Arról beszélünk, ami a régi Városháza épülete és az előtte levő, tehát a telek teljes egészében, ami a projektben van. Ez 4,7 hektár, amiből 3,9 hektár eladó. A baloldali fővárosi ingatlanmutyi itt még nem ért véget, tisztelt képviselőtársaim. A Bajnai Gyurcsány korszak emberei visszatértek a Városházára, ezért van tele a Városháza korrupciós ügyekkel. Ez bizonyítja egy másik hangfelvételen Gansperger Gyula kijelentése. Na, most nekem a Gordon azt mondta, hogy az ő két embert ajánlott be a Gergőnek, mert ők nagyon jóba vannak. Két embert ajánlott be neki, a Tordai Csabát és a Kis Ambrust. Tisztelt képviselőtársaim, Tordai Csaba és Kis Ambrus mindketten a Bajnai kormány államtitkárai voltak. Bajnai Gordon volt miniszterelnök, a következőket mondta egy másik hangfelvételen. Én nagyon sok embert ismerek ott, aki ott ül. Részük az én kollégám volt a miniszterelnöki hivatalban, vagy a kormányban dolgozó emberek. Majd egy másik hangfelvételen a következőket mondja Bajnai Gordon. Itt valaki megszagolja egy dílnek, vagy egy üzletnek a lehetőségét, akkor rögtön mindenki magát akarja közvetítőként betenni. Azért, hogy aztán jutalékot kérhessen. Tisztelt képviselőtársaim! Karácsony Gergelyék továbbra is tagadják, hogy ők az ingatlanok értékesítésével Berki Zsoltot bízták volna meg. Pedig Berki Zsolt a Városháza táskás embere. A nyilvánosságra került hangfelvételek alapján Barcsi Balázs, a vagyonkezelő vezérigazgatója jól ismerte Berki Zsoltot. Idézném. Akkor a Barcs Balázs maga jött ki a Zsolt elé, és nem csak, hogy kezet fogott, hanem majdnem a földig is hajolt a Zsolt előtt. Magyarul Zsolt a Zsolt tenyeréből eszik. Hangzik el a hangfelvételen. A budapesti vagyonkezelő központból Berki Zsolt folyamatosan kapta az eladásra szánt ingatlanok dokumentációját. A vagyonkezeléből származó elektronikus levelek ezt teljes mértékben alátámasztják. Ilyen ingatlanok voltak például az 5,2 milliárd forint értékű Dimaszombati út 2-4, a 2 milliárd értékű Etele út, Tétényi út sarkán található ingatlan, a Budapest 3. kerület Bécsi úti ingatlan, vagy a Gansperger Gyura által megvásárolt 22. kerületi Nagy Tétényi úti ingatlan. Az első újbudai ingatlan után 520 millió forint jutalékot, a második ingatlan után 200 millió forint jutalékot, a harmadik Bécsi úti ingatlan után 635 forint millió jutalékot kellett adni Kis Ambrus főpolgármester helyettesnek. Hát ha összeadom képviselőtársaim, bőven 1 milliárd felett vagyunk. Majd egy hangfelvételen Gansperger Gyula elismeri, hogy a Nagy Tétényi úti ingatlan után 2 millió forint kenőpénzt adott Berki Zsoltnak. A Városházán egy jutalékos rendszert működtető maffiaszerű hálózat működik, amelynek tagja Berki Zsolt, Barcsi Balázs vezérigazgató, Kis Ambrus főpolgármester és maga Karácsony Gergely főpolgármester helyettes is. A Nemzeti Nyomozó Iroda 14 nyomozati eljárást folytat az ügyben. Mai hír, hogy több helyszínen a rendőrség nyomozói házkutatást tartottak. Befolyással üzérkedés, hivatali visszaélés, csalás, hivatali vesztegetés, hűtlen kezelés miatt folyik a nyomozás. A nyomozó hatóságtól a közvélemény azt várja, hogy teljes mértékben derítse fel a Városháza eladását és az ehhez kapcsolódó ingatlan mutyit. A Fidesz felszólítja Karácsony Gergelyt, hogy azonnali hatállyal mondjon le, és távozzon a közéletből. Köszönöm szépen! A kormány nevében Fónagy János államtitkár úr fog válaszolni, parancsoljon!
Köszönöm, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Meggyőződésem, hogy minden olyan ügyben, amely itt ma eddig a ház szín elé került, akinek a dolga, azt teszi. Teszi a főügyészség, teszi a nyomozóhatóság, teszi a rendőrség. Mindenki fölött akkor lehet pálcát törni, hogyha a bíróság a adott személy ügyébe jogerős ítéletet mond. Egyébként e tekintetben mindenki felel magáért. Ennél a ma elhangzottaknál én engedjék meg, hogy egy nagyobb áttekintéssel szóljak ezekről az ügyekről, és emlékeztessem, kihasználva az önök jelenlétét is, az ország nyilvánosságát arról, hogy emlékezetükbe véssem és felidézzem az elmúlt 10-12 évet és az azt megelőző évtizedeket. Tisztelt képviselőtársaim, én ugyan nagyon kisgyerekként, de megértem 1944-45-öt, mi több túléltem. Kamaszként vittem a Hortobágyra kitelepített rokonságnak petróleumot és az az egy szem citromot, amit az anyám oda el tudott küldeni. 56-ban láttam a tankokkal agyontaposott sporttársaimat, és láttam a fákra felakasztott embereket. Láttam azt, és megéltem, hogy a sporttársaimnak a túlnyomó többsége 56. decemberében és januárjában kénytelen volt elhagyni az országot. Utána évtizedekig az Újlipótvárosból Ózdon éltem, és megéltem azt, hogy 180 éves munkakultúrák mennek tönkre, és emberek százezrei maradnak az utcán. Kérem, higgyék el nekem, hogy olyan nyugodt évtizede az országnak, mint amely az elmúlt 10 évben volt, az elmúlt 100 évben nem volt. Beleértve a két világháborút, beleértve 1956-ot. Nyilvánvaló, hogy nem vagyunk tökéletesek, önök se azok. De ha azt nézzük, hogy az emberi mulasztások, hibák esetinként vétségek hogyan hatnak az országra, azért azt le kell szögezni, és ezt önök sem nagyon tudják vitatni. Hogy önök korábban, tudom, hogy nem szeretik hallani a korábbi éveket, de 2002 és 2010 között mintegy 200 céget adtak el, közel 800 milliárdért, úgyhogy az államadósság az egekbe szökött, úgyhogy a munkanélküliség a soha nem látott mértéket ért el. 2010-ben mi véget vetettünk az állami vagyon kiárusításának, és azt mondtuk, és deklaráltuk, hogy társadalompolitikai célokra hivatkozva a privatizációt nem lehet végrehajtani és nem lehet csinálni. Vagyongazdálkodás kizárólag gazdasági érvek alapján az állami vagyon gyarapítása céljából lehetséges. Ennek megvolt az eredménye, 2010 óta az állami vagyon több mint 6000 milliárddal növekedett, jelenleg mintegy 17.700 milliárd forint, ez 2010-hez képest 50%-os emelkedést jelent. Úgy, hogy közben a költségvetés átvállalta 1900 településnek mintegy 1345 milliárd adósságát, átvállaltuk a családok, segítettünk a lehetőségekhez képest a családokon, és kifizettük a világbank és minden más nemzetközi pénzintézet felé a tartozásunkat. Önök azokban az évtizedekben eladták az összes olyan vállalatot, amely a magyar gazdaság, a magyar társadalom céljába szükséges, mert monopol helyzetben van, mert stratégiai helyzetben van, mert biztosítja a villanyt, a gázt, a vizet, biztosítja a háztartások teljes ellátását. Lehet a számokkal dobálózni, egyetlen egy számot engedjenek meg, igazolásképpen ahhoz, amit mondunk, hogy igenis ez a vagyonpolitika lehetővé tette a rezsicsökkentést, lehetővé tette, hogy a háztartások a
jövedelmi viszonyukhoz képest az elmúlt 10 évben nyugodtan éljenek. Magyarországon ma a harmadába kerül a villamos áram, mint a gazdag Németországba. Kérem, hogy ezt az egy számot jegyezzék meg. Köszönöm figyelmüket!